Az elmúlt években egyre nő a rezidens támogatási programban résztvevők száma. Idén közel 950 új belépő kap ösztöndíjat, így összesen több, mint 3400 fiatal szakorvos és szakgyógyszerész kapcsolódott a kezdeményezéshez. A rezidensek alapbére jelenleg nettó 135 ezer forint, ehhez jöhet még ügyeleti díj, egyes szakorvos jelöltek pedig, például a leendő gyermekgyógyászok akár 200 ezer forint ösztöndíjat is kaphatnak. A legáltalánosabb a Martisotti Lajos ösztöndíj, ami 100 ezer forint nettó bevételt jelent minden hónapban. Ez a szakképzésüknek a teljesítéséhez kötött, valamint ahhoz, hogy nem fogadnak el hálapénzt, illetve aláírják azt a szerződést, hogy a szakképzésük végét követően a folyósított időtartamnak megfelelő időig itthon dolgoznak. A kormány kibővítette az erre szánt keretet. Mostanra, aki megpályázza és megfelel a formai, illetve tartalmi kritériumoknak, az gyakorlatilag elnyerhető. Tölgyesi Dávid a Praxis 2 elnevezési programban jelenleg 2 hónapos rezidensi gyakorlatát tölti Nyíregyházán Újhelyi János gyermekorvos mellett. Erre azért van szüksége, hogy házi orvosi szakvizsgát szerezhessen. Véleménye szerint kezdésnek jó ötlet az ösztöndíjprogram, viszont hosszú távon nem jelent megoldást. De ennél mindenféleképpen többre lesz szükség ahhoz, hogy ezt a tendenciát, ami jelenleg jellemzi a fiatal orvosoknak a kivándorlását, megállítsuk és adott esetben vissza is fordítsuk. Hogyha megnézzük a külföldi béreket, már nem kell Nyugat-Európáig mennünk egészen távolra, elég, hogyha csak Közép-Európában nézzük, már itt jobb béreket kínálnak a szomszédos országokban, mint a magyar orvosbérek, ez kevés lesz hosszú távon. Újhelyi János gyermekorvos szerint képzési szinten is változtatni kellene, és anyagilag is nagyobb támogatásra van szükségük a fiatal orvosoknak, de sok helyen a felszereltséggel is gond van. Megpróbáljuk megértetni az önkormányzatokkal, hogy az önkormányzati törvény értelmében az alapellátás biztosítása az önkormányzati feladat. Jó lehet a finanszírozás első lépcsője és a legfontosabb a országi segítségpénztár, de nagyon sok önkormányzat kihátrál ebből a feladatból, és magukra maradnak a praxisok, és az OEP pénz az nem elegendő arra, hogy magas szinten biztosítsa az alapellátást, mint ahogy ez kívánatos lenne. Az alapellátás fejlesztése azért is fontos, mert a betegeknek itt a legolcsóbb meggyógyulni, tette hozzá szakember, így a sokkal drágább kórházi szakrendelői terheltség nagymértékben csökkenthető lenne. Jelenleg 230 tartósan betöltetlen orvosi praxis van ma Magyarországon, ebből 17 itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A szakemberek átlag életkora 59 év, így éveken belül nyugdíjas korba lépnek a most praktizálók, és nincs elég fiatal orvos, hogy betöltsék ezeket a felszabaduló helyeket.